Vitézi Dávid, jó estét kívánok! Jó érzem. estét kívánok! Amikor bejelentette, hogy főpolgármester jelölt lesz, itt volt Kanász Nagy Máté az LNP frakció vezető helyettese, és viszonylag sok mindenről beszélt, mennyire tartják önt betolakodónak a főváros életében, vagy mennyire Fideszes jelölt, viszont elkezdődött az elmúlt két napban egyfajta üzengetés a jelöltek között. Lesz-e vita, hogyan lesz? Válaszolt bárki is az ön levelére? Először is hagyj kezdem azzal, hogy én. Pont azért vágtam bele ebbe a főpolgármester hogy meg tudjuk haladni azt a fajta pártpolitikai csatározást, ami úrrá lett a fővárosi politikán, ahol a kormány és a főváros egymásnak üzenget, hol az egyik tartba a másiknak, hol a másik tartba az egyiknek, mindig egymásra mutogatnak, mindig megy valamiféle ilyen üres lájkbajnokság, és erről szól a fővárosi politika. Tehát ebbe én nem szeretnék részt venni. De üzentem a Csony Gergelynek, az nem, is nem, nem, politika. Nem üzentem, hanem, hanem egy levelet küldtem el, amiben egy tiszta kampány Budapesten nyilatkozat aláírására kértem őket, amiben olyan dolgok vannak, amivel én azt hittem legalábbis, hogy nehéz nem egyet érteni, például az, hogy ne személyeskedjünk, ne próbáljuk egymást lejáratni, hogy legyen vita a jelöltek között, hogy... Ne, legyen átlátható a kampány finanszírozása, tehát senki ne használjon közpénzt arra, hogy kampányolsa. A kormány szóvivő a Szentkirályi Alexandra, de se a Karácsony Gergely főpolgármester, aki az egyébként állítólag rossz helyzetben lévő főváros forrásaiból a Facebookon megállás nélkül lejárató kampányokat folytat már. Elnézést, és akkor ön miből fedeznék az ön kampányát? Egy hát egyrésztről elkezdtünk egy olyan gyűjtést a honlapomon, ahol csak bankkártyával nincsenek anonim készpénzadományok, meg olyan adomány amikkel a főpolgármester úr néha operált, nálunk csak a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kizárólag magyar állampolgárok, de természetesen bankkártyás fizetéssel vagy átutalással tehetnek ilyen támogatásokat. Meglepően sokan vannak, akik csak 5000 forintot, van, aki többet, de hozzájárult már ehhez a kampányhoz. Erre fogunk alapozni, illetve arra, hogy azért egy kampány nem pénzkérdés. A kampány annak a kérdése, hogy van-e olyan támogatói kör, aki aki kimegy az utcára és megpróbálja meggyőzni az embereket, hogy Budapesten váltás kell. Én most ide a stúdióba egy olyan találkozóra jövök, ahol az első két napban jelentkezett önkéntesekkel találkoztam, több mint százan voltak, és velük holnap reggel 7 órától kint leszünk a nagy budapesti közlekedési csomópontokban, és igyekszünk meggyőzni a budapestieket arról, hogy változásra van szükség. És ami pedig ezeket a pontokat illeti, amiket az előbb elmondtam, ebben például az is benne van, hogy átlátható kampányfinanszírozásra van szükség. Ezeket elküldtem mind Szentkirály Alexandrának, Karácsony Gergelynek és a többi főpolgármester jelöltnek is. És erre kaptam azt a választ, hogy Karácsony Gergely a sajtó kérdésére mondta ezt el, nem kíván főpolgármesteri vitán részt venni, ameddig valamelyik jelölt vissza nem lép. Én ezt... Úgy fogalmazott, hogy két fideszes jelölt van, és az egyiknek kellene visszalépnie. Jelen esetben ő azt mondta, hogy Szent Király Alexandre majd az ő javára visszalép. Ez egy kifogáskereső, megúszó stratégia. Én azt hiszem, hogy a budapestiek megérdemlik, hogy a főpolgármester jelöltek vitatkozzanak. A hivatalban lévő főpolgármesternek szerintem be kell arról számolni egy ilyen vitán, hogy mit tett és mit nem tett az elmúlt négy és fél évben. Szerintem vannak pozitívumok is abban, amit Karácsony Gergely az elmúlt négy és fél évben végzett a főváros élén, és vannak szép száma negatívumok, egész pontosan megnéztük, a programjában 135 darab ígéret volt, ebből 93 nem teljesült. Ebből én nem mondom, hogy nincs egy semmit amit nem lehet a kormányra fogni joggal, mert mondjuk a forrásokat vagy a projekteket Lázár János leállította, na de nem mind a 93-at. Én egy példát hoztam föl, és ez csak a szimbolikus ereje miatt, mert megvilágítja azt, hogy mennyire nem foglalkoztak ezzel, azt ígérték hogy minden fővárosi cégigazgatóságában legalább egy harmad női képviselet lesz. Ehhez képest a BKK, a BKV, a vízművek, a csatornázási művek, a vagyonkezelő igazgatóságában héttagú tagú igazgatóságokból hat férfi ül, és pártpolitikusok ülnek, Draskovics Tibor euh, volt pénzügyminiszter, vagy Gályé Zoltán Gyurcsány Ferenc volt kormány tehát én szerintem ezen a gyakorlaton változtatni kell, ezt a gyakorlatot nem Karácsony Gergely kezdte egyébként, Arlós István idején is mondjuk Papcsák Ferenc Fideszes Országgyűlési Képviselő ült a BKK felügyelőbizottságában, legyünk korrektek, én mindenképpen azt vállalom, hogy, hogy nem pártpolitikai kifizetőhelyek lesznek a fővárosi cégek igazgató tanácsai és felügyelőbizottságai. Itt volt a héten, pont a bejelentésen napján Tarlós István korábbi főpolgármester, sok mindent mondott, és nem is szeretném, hogy egy, a napi is és egy ilyen üzengető felület láttam, legyen láttam. egymás között, viszont feltett egy olyan kérdést, amire ön válaszolhat esetleg, hogy azok a programpontok, amelyeket meghirdetett, akár útfejlesztés és egyéb, tervekkel kapcsolatban, azokat a fővárosi büdzséből hogyan oldaná meg, hiszen az köztudott, hogy most az önkormányzat nem hogy anyagiakkal rendelkezik, hanem inkább szinte csak adóssága van. Egyrésztről én nem értek egyet azzal, hogyha a kormány elvon forrásokat Budapesttől, valóban ebben egy növekvő trend látszott az elmúlt években, és Karácsony Gergelynek szűkebb lett a mozgástere, mint mondjuk a ciklus elején volt, viszont azt állítom, hogy ebben a mozgástérben sokkal többet tudott volna tenni, és sokkal többet tudott volna elérni. Én nem azt állítom, hogy ha főpolgármester leszek, akkor a kormány hirtelen minden forrást oda fogadni, adni mindent meg fogok érte tenni, és küzdeni fogok érte, és bizony, ezt el tudom majd mondani itt is, akkor is, de de én szerintem nagyon fontos azt látni, hogy nem minden a, a, a jó és a rossz háborúja, ahol lehet, hogy ennek a tévéműsornak a nézői azt gondolják, hogy az egyik a jó és a másik a rossz, lehet, hogy egy másik tévéműsor nézői fordítva gondolják, de nem erről szól kizárólag Budapest, és sokkal többet meg lehetne tenni. És hogy a konkrét kérdésére válaszoljak, 2021-ben a kormány által kivetett szolidaritási adó után a főváros iparüzési adóbevetele 122 milliárd forint volt, ma 228 2024-ben. Tehát van egy majdnem 90 os növekedés az elmúlt három évben. Tehát az az állítás is igaz, hogy a kormányzat sújtja adóterhekkel a fővárost, de az is igaz, hogy azért jelentősen nőtt az elmúlt években a főváros gazdasági mozgástere. Én ezt még tovább szeretném növelni. Az a célom, hogy a főváros gazdaságfejlesztésére jusson kiemelt figyelem, és próbáljuk meg Tallinnal, Bécsel, Varsóval fölvenni a versenyt, hogy a mesterséges intelligenciától a gyógyszerkutatásig a legfontosabb a jövőnket érintő iparágaknak a kutatóközpontjai, fejlesztőközpontjai minél nagyobb számba idejjenek, és legyen egy olyan főpolgármestere Budapestnek, nem volt ilyen az elmúlt 30 évben, aki a gazdaságfejlesztéssel aktívan foglalkozik, és megpróbálja elérni, hogy nem mindig arról szóljon a budapesti politika, hogy épp mennyi pénzt adott a kormány, és mennyit költött a főpolgármester, hanem azon is, hogy a budapesti gazdaságot hogyan tudjuk nevelni. Hogyha ön főpolgármester lesz és elfogadja a meghívásunkat továbbra is, akkor az már egy nagy különbség, Szerenem. mert Karácsony Gergely ezt nem tette meg, viszont azt uh, tudja vállalni például, hogy megszünteti az évvégi utalomosztásokat az önkormányzatnál? A sporolás jegyében? Legyünk ebben uh, szerintem tárgyszerűek. Az, hogy reális, de azért nem magától értetődő célkitűzések legyenek. És Mondok egy egész konkrét példát, hiszen amikor én a bkv vezettem, akkor ezt tettük. És mondjuk a BKV vezérigazgatójának a, a fizetésének egy része függjön attól, hogy lerobbannak-e a buszok vagy sem. Tehát, hogy érezze, ha, ha az utasok állnak és fáznak az esőben, azt érezze a pénztárcáján a BKV vezérigazgatója, mm -hmm. szerintem ez helyes. Tehát én az, hogy ne legyen teljesítménybér, azzal nem értenék egyet. Mm -hmm. De szerintem a probléma a mostani gyakorlattal az, hogy én is áttekintettem például az előbb említett BKV vezérigazgató prémium célkitűzését, azok olyan célok, amik, ha nem tört, ha, ha akár esik az eső, akár süt a nap, bármi van, teljesülnek. Ráadásul van olyan, amit olyan későn írtak ki, hogy addigra már valójában teljesült, tehát, tehát, alibizés folyt. Ezzel nem értenék egyet, és ilyet nem is fogunk ilyen gyakorlatot követni. Közlekedési szakember, biciklisávokkal mi lenne, hogyha ő lenne a főpolgármester, vagy ezekkel az úgynevezett karácsonykarókkal, mert most az elmúlt időszakban mindenki arra kíváncsi, hogy ezek megmaradnak-e, vagy nem a jelölti programban mi szerepel. Felül kell vizsgálni az ülői út és a váci út kialakítást, ezt az úgynevezett karós megvalósítást. Szerintem helye van és szükség van arra, hogy lehessen biztonságosan kerékpározni Budapesten. Mi is sokat tettünk ezért, amikor a békeket vezettem, és szeretnék is hasonló intézkedéseket tenni például a Bubit kiterjeszteni, amit 2014-ben elindítottunk, és azóta ö, sikeresen működik, de az úton és a úton az a kialakítás, amit most láthatnak a budapestiek, mind a kinézetében is méltatlan a Budapest szépségéhez, nem is biztonságos, a kerékpárosoknak maguknak se nyújt elég biztonságot, és egy olyan forgalmi rendkialakítás, ami nem észszerű és nem hatékony, még a buszok is a dugóban állnak emiatt, ezt többször elmondtam Akkor korábban is. inkább arra hajlik. Teljes körülön felül kell vizsgálni a forgalmi rendet, de úgy, hogy azért a kerékpározás biztonságos lehetősége megmaradjon, de ne két teljes sávot foglaljon el úgy, hogy még az valójában a kerékpárosoknak se egy igazán jó megoldást van. Egy mondatra van már csak időnk, hogyha a főpolgármesteri karaktert formálna meg, akkor kihez hasonlítaná magát? van -e esetleg olyan? Van, de lehet, hogy a nézők számára nem feltétlenül ismert az ő tevékenysége. New Yorknak volt egy főpolgármestere, akit, akit szerintem jól ismernek a nevét legalábbis, hiszen egy hírügynökség is viseli a nevét, Blomberg, aki, aki egy hasonló, ilyen középutas politikát próbált megvalósítani egy olyan városban, ahol azért jellemzően inkább baloldali főpolgármesterek mm. szoktak szolgálni, és elérte azt, hogy a magántőke és a közféra tudjon úgy együttműködni, hogy épüljön a város, hogy épüljenek megfizethető lakások, épüljön közlekedés, hogy ingatlan fejlesztők akár új metróállomásokat kifizessenek. Nyilván nagyon más anyagi helyzetben lévő, a miénknél sokkal nagyobb város, de szerintem fontos az, hogy a legjobb gyakorlatokból, az egész világból és Európából tanuljunk, mert Budapestnek ezekkel a városokkal, ha nem is New Yorkkal, de legalábbis Varsóval, Prágával, Bécse kell fölvenni a versenyt, nem a cipőnk orrát kell nézni és vitatkozni lényegtelen dolgokról, hanem Budapest fejlesztésére sokkal nagyobb figyelmet fordítani. Vitézi, köszönöm, hogy eljött hozzá. Köszönöm én is!